Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a VOSZ mai beszélgetésén. Én Vasüt itt vagyok, egy kicsi betegséggel küzdöm, úgyhogy kicsit vicces, hogy most az egészségről fogok kérdezkedni, úgyhogy elnézést, hogyha néha köhécselek. Nagyon örülök, hogy újra itt vagyunk, és ma este egy nagyon hasznos, nagyon tartalmas, nagyon izgalmas témával jöttünk el Önökhöz, a három vendéggel, akik már kint várakoznak, egy olyan témával, ami mindenkit érint. Hogyan legyünk egészségesebbek, hogyan éljünk egészségesebben ma a 21. században, és hát a vállalkozói szféra pedig, mint munkáltató, mit tehet a saját, illetve kollégái egészsége védelmében. Ezekről fogunk többek között ma beszélgetni. Elsőként köszöntöm szeretettel dr. Szele Eszter, vállalkozás egészségügyi orvost. Foglalkozás egészségügyi orvost, parancsa. Dr. Fábián Lajost, ugye már említettük, hogy a VOSZ egészségügyi tagozatának elnöke. És dr. Takács László lesz, igen, a vállalkozás egészségügyi szakember, parancsolj. Megengedték nekem a drága vendégek, hogy tegeződjünk, úgyhogy tegeződve fogjuk majd a beszélgetést folytatni. Nos hát, hölgyeim és uraim, visszamegyünk egy kicsit az időben a beszélgetésünk elején, pár évet, 2016-ba, amikor is ugye egy japán sejtbiológus orvosi élettani Nobel-díjat kapott. Hosszúni Yonisori-ról van szó, ha jól ejtem a nevét, aki, hát lehet azt mondani, hogy mintegy 30 évnyi kutató munka áll a mögött, amiért ő aztán ugye Nobel-díjat kapott. Ez pedig az autofágia elmélet. Hogy mi is van, miről is van szó, talán van, aki már tudja, ez egy ilyen önemésztés, önevést jelent. Tehát, hogy a szervezetünk sejtállománya képes megújulni és regenerálódni bizonyos éhezési időszak alatt, ha jól tudom, de doktor úr majd úgyis kibővít vagy kijavít, és ugyanis ekkor egy hormon, a glükagon, ha jól tudom, az annak a szintjének az emelkedése stimulálja ezt a tisztítási folyamatot. Egyébként pont a doktor úrral készült egy interjú, amit olvasgattam felkészülés közben, és mondta, hogy ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor arról van szó, hogy aki folyamatosan eszik, annak a szervezetében ez a tisztítás ez nem megy végbe. De ez tényleg nagyon le van egyszerűsítve. Úgyhogy az első kérdésem doktor úrhoz az, hogy valójában mi játszódik le a szervezetünkben ekkor, és milyen pozitív hatása, hozadéka van. Kérnék egy kis menekülő utat, ugyanis én készültem néhány sokkoló képi anyaggal, és végig szeretnék egy logikát, vagy felszeretnék egy bizonyos logikai rendszert itt építeni, és azonnal visszakanyarodunk ide, mielőtt belevágunk. Azt megígérem, hogy nem biokémiai előadást fogunk tartani ma este, mert annak túl sok értelme nem lenne. Megpróbálunk olyan nyelven kommunikálni, ami közérthető, hogyha véletlenül nem így tesszük, akkor kérünk egy bokárugást. Jó. És még arra kérek felhatalmazást, hogy valóban sokkoló legyek, vagy legyünk, és nem akarunk senkit megsérteni természetesen, mert itt testtömegekről, elhízásról és egy csomó egyéb dologról fogunk beszélni. De az este egyik fő célja az, hogy mindannyian a jelenlévők és mi is mindannyian úgy menjünk haza, hogy mindenki elkezdi érezni még jobban a saját felelősségét a saját sorsa iránt, mert senki más nem fog érdekelni a mi sorsunk, csak magunkat. Magunkért tudunk felelősséget vállalni. Mondom ezt az egészségügy és a rendszer részeként. Tehát, hogyha el tudnánk indítani, akkor megköszönöm a... Hagyjáljak fel, jó? Megszoktam, hogy állva beszélek egyébként, és meg jobban vagyok így. Tehát a cím, amivel Marian meghívott minket, és amit itt rögtön az ajtóban láttam, az azért egy picit provokatív, ez a 120 év. Egyébként hozzáteszem, hogy humangenetikai kutatások eredménye azt mondja ma ez a mainstream, hogy 120 évig élhetnénk amúgy, hogyha a környezeti hatásokkal saját magunk nem tennénk tökre azt, amit megkaptunk a természettől, a Jóistentől, édesanyánktól, itt kérdése, hogy ki hogyan látja. Tehát itt is a saját szerepünk az, ami rendkívül fontos.
Kezdeném azzal, hogy a tudomány hogyan változik. Mert most olyan dolgokat fogunk mondani, ami egy kicsit szembe megy azzal, amit egy dietetikustól, vagy akár egy kollégától, egy kardiológustól, vagy egy endokrinológustól adott esetben önök hallanak. Ez 19. század vége, 20. század eleje. Van egy-két amerikai mentor professzorom, én még így 60 fölött is tanulok egyébként, most végeztem el egy újabb kurzust ebben a témában, és ezt vallásosan hiszem, hogy ez az egészségügy új iránya, amiről most beszélünk. Tessenek megnézni, az Egyesült Államokban a Bayernek olyan reklámja volt valamikor több mint 100 éve, ahol heroint reklámoztak gyógyszertárban, illetve az a One Night nevű szirup, egy köhögés elleni szirup, az gyerekeknek készült, olvasom az összetevőit, alkohol, cannabis, kloroform és morfinum szulfurikum. Ezt gyerekek kapták recept nélkül. Tehát minimális változáson átesik időnként a tudomány. A legtudományellenesebb kijelentés az, hogy bízz a tudományban. Mert a tudomány attól fejlődik, hogy valaki mindig jön és feltesz egy kérdést. Ez a tudomány fejlődésének a lényege. Ez jó, működik. Tessék nézni, 1984-ben a Time magazin címlapján az szerepelt, hogy aki szalonnát és tojást reggelizik, az egy öngyilkos idióta, meg fog halni, és egyébként vége az életnek és mindennek. 1999-ben, amikor már az amerikai gyógyszerügyi hatóság is felismerte, hogy butaságot beszélnek, akkor viszont megjelent ennek a homlokegyenest ellenkezője. Ugye így fejlődik a tudomány. Hallottuk, a II. Világháború után ugye elkezdték kényszerből a margarinokat gyártani, mosószergyárak gyártották egyébként pont ott, ahol az ipari olajokat és az egyéb dolgokat, festékeket, tisztítószereket, és azt mondták, hogy a margarin a következő megváltás, ez a vaj, meg megöl minket, hát nem így van teljesen, eat butter, tehát egyél vajat, ez már a Time magazin egy kicsit későbbi sztoria. Nagyon rövid három mondat elnézést az angolért, hogyha nem ennénk proteint, fehérjét, akkor rövid idő alatt meghalnánk. Ha nem ennénk zsírt, akkor rövid idő alatt meghalnánk. Hogyha nem ennénk szénhidrátot, tovább élnénk. Nincs hozzáfűzni való. Következőt kérném szépen. Nézzük az ipar és az egyéb tényezők befolyását erre a rendszerre. Én magam 15 évet töltöttem el felsővezetőként egy rendkívül nagyméretű amerikai gyógyszeripari vállalatnál, akkor Svájcban éltünk, onnan követtem el ezeket a dolgokat, amiért életem végéig vezekelni fogok, vagy nem is tudom, le tudom-e vezekelni. Tehát gyakorlatilag, ha megnézzük, mi történik a legfelsőbb szinten, ahol a protokollok születnek, ahol a guideline-ok születnek, ahol a tanácsadás születik, ami a továbbképzés alapja lesz az orvos kollégák továbbképzésének az alapja, ami a dietetikusok továbbképzésének az alapja lesz. Elmesélték, hogy tehát gyakorlatilag a Procter & Gamble, most egy konkrét cég, nem akarok vádolni cégeket, de ez a konkrét slide, ez erről szól, bevezette ezt a termékét, egy rakás pénz, konkrétan 1,7 millió dollárt támogatásként átadott az Amerikai Szívgyógyász Szövetségnek, akik megjelentették azt a guideline-t, mely szerint ezek az egészséges cuccok, a túltelített zsírok egészségtelenek, egyél növényi olajat. Most az Egyesült Államokban a második leggyakoribb betegség és halálok ez. Bravo! A másik az a Lufkin professzortól származik, ő a Kaliforniai Egyetemen tanít, és az egyik példaképpen, tőlem egy pár évvel idősebb, ő egy ilyen keresztes lovag ebben a témában. Most jelenik meg egy könyve az Egyesült Államokban, a Hazugságok, amit az egyetemen tanultam címmel egyébként, úgyhogy ő ott tanít, nyilván provokatív a cím szándékosan. Ennek a könyvnek a fordítási jogáért én harcolok a texasi kiadójával, mert ha sikerülne elhozni, akkor azért az egy nagyon-nagyon jó szemnyitogató lehetne, több fejezetben megy végig ezen. Itt is gyakorlatilag ugyanezt írják, nem olvasom, tehát az ipar szerepe, mehetne a következő, az ipar szerepe óriási. Itt ezen az ábrán azt látjuk, hogy 1700-tól a 2000-es évekig, hogy nőtt a cukorfogyasztás az Egyesült Államokban. Gyakorlatilag azóta ezek a betegségek, amit itt felsoroltunk, ezek az elhízás, a kettes típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, az Alzheimer-kor, az Alzheimer-t egyébként hármas típusú cukorbetegségnek nevezik már az Egyesült Államokban. Tehát minden mindennel összefügg. És azt látjuk egyébként, hogy minden színes, minden a gyerekeknek szól, tehát a junk food, a szemététételek tömege, benézünk egy benzinkútra, a polcokra, csak ezt látjuk, benézünk egy szupermarketbe, csak ezt látjuk. Mehetne a következő között.
Senki nem mondta, ez szintén a professzoromtól származó kölcsönvett dolog, senki nem mondta, hogy ezeket ne együk. Soha senki. Tehát nem kaptunk ilyen tanácsot, vagyis hát nagyon szorványosan, de azt mondják, hogy egyébként, ha húst teszünk, vajat, meg nem tudom mit, meg ezeket itt, akkor meg fogunk halni. Vajon hogyan? Tehát legalább kérdezzünk, hogy ez hogy működik. Mert, köszönöm. Az amerikai Department of Agriculture, tehát az amerikai élelmezéstudományi társaság vagy hatóság gyakorlatilag a világ legrégebbi élelmiszerei ellen lobbizik. Tehát, hogyha ezeket megnézzük, tehát a vaj, a tojás, a hús, a só, a tej. Tehát ezek azok, amik legrégebbi élelmiszereink közé tartoznak, ezek tiltólést támadnak bizonyos körök számára. Nyilván, mert hát nézzük meg, mi történt a gyümölcseinkkel és a zöldségeinkkel az elmúlt időszakban. Mi vagyunk azok az édesség, az édeset szeretjük, van egy késztetésünk az édeset vesszük meg. Az eredeti banán egy savanyú vacak volt, senki nem kér ilyet, nem tudom, aki külföldön járt ilyen helyen, még lehet vadontermőt levenni, kutyavacak. De az édeset szeretjük. Ugyanezt történt a dinnyénkkel, ugyanezt történt a padlizsánnal, a répával, a kukoricával. A kukorica a másik bűn egyébként, mert a kornszirup, tehát a kukoricaszirup, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, amit a üdítőital gyártók a 80-as évek végén elkezdtek ipari méretekben belerakni cukor helyett a különböző vackaikba, azért, mert a polc élete hosszabb volt, tehát nem romlik, nem rakódott ki, nem kristályosodik ki a cukor, és ezzel jobban eladható. Cserébe a fruktóz ugyanúgy bomlik, mint az alkohol a szervezetünkben, ugyanazt a májrendszer terheli. Gyermekekben iszonyúan megnőtt a nem alkoholos zsírmájszindróma azóta. Több nem alkoholos zsírmájszindróma van, ami egyébként a hepatocelluláris rák előszobája, mint az alkoholizmus következtében kialakuló. Ez a táplálkozásunk miatt van. Ez az utóbbi 20-30-40 évnek az eredménye. Köszönöm a következőt. Tehát azt mondja szintén egy másik professzorom, hogy az élelmiszeripar az a jármű, ami minket a gyógyszeriparhoz szállít. Egyébként zárójelben a Nestlé most fog piacra dobni cukorgyógyszert. Mutatok egy házi képet. Feleségem büszkén jön haza, ő már ki van képezve, hogy én mindent kivágok, ami nem olyan, ami megfelelő. Mondja, hogy vett házi megyszörpöt. Házi megyszörpöt. Mert ezt tudja, az unokáink is ezt majd visszák. És akkor így megfordítom, lefényképezem. Összetevők, fruktóz, glukózszirup, kristálycukor változó mennyiségben, megypüré, minimum 40,1 étkezés, és a szíves, stb. Vízoldható szárazanyag tartalom, ez egy festéken marha jól néz ki egyébként, tehát amikor veszek mondjuk egy lazúrt, a vízoldékeny szárazanyag tartalom, minimum 55%. Tehát ez, elnézést, ez a házi tiszta megyszer, amit egyébként manufakturálisan állítunk elő. Nem beszélek most azokról a mosófolyadékokról, ami nem így állt elő. Ez egy darab császárszalonna Kolozsban, itt tudom én, hogy nevezik. Ugye mi ilyeneket szoktunk enni, hozza a feleségem büszkén haza, hogy találtam neked ilyet, majd ezt sütjük. Következő. Megfordítjuk. Hány százalék a szalonna ennek a szalonnának? Mert vizuálisan ez szalonna. Egyébként az összetevői úgy néznek ki, hogy formázott bőrös csont nélkül szalonna, étkezési só, fűszerkivonatok, cukor. Marha fontos egyébként, szalonnát cukrozom én is. Antioxidáns, amaz, aroma. És a késztermékben van 108 g sertés szalonna, amelynek a tömege 31,7 g. Következő, érnem. Tehát ugye megint a Lufkintól egy ábra, újra elnézést az angol érde mondom. Tehát hogy azonosítjuk be, hogy szemét élelmiszerrel van dolgunk? Ugye a legegyszerűbb, hogyha figyelembe veszünk néhány tényezőt. Magas a cukortartalma és a feldolgozott szénhidrát tartalma. Egy. Kettő. Nagyon magas benne a növényi olaj. Nehogy azt higgye bárki, hogy a növényi olaj egészséges. Hogyha rá van írva, hogy repceolaj vagy napraforgóolaj, akkor menekülni kell visítva. Zsírral vagy tiszta vajjal kell főzni, és nagyjából ez a szabály. A magvak,
ezek a junkcerálok, a magvak. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy azért, mert teljes kiörlésű egy kenyér, vagy bármilyen módon előállított, az megint egy tévedés. Tehát ezért mondtam előre, hogy szembe fogunk menni, és provokatívak leszünk egy kicsit. Kenyeret nem kell enni. Magyarországon ezt, aki így kimondja, az félhülyének tűnik sok helyen. Én ezt élem, és hát vitatkozom is néha, amíg van értelme, ha nincs, akkor jó egyet. Nagyon gyakran ugye dobozokba jön. Tehát van egy Lustig nevű gyermekendokrinológus professzor, ő azt mondja, hogy ami 1900 előtt nem létezett, azt ne edd meg. És ami dobozban van, gyanakodj, ha nem te tetted bele. Tehát nagyjából ez. Nagyon hosszú összetevő lista van a hátán. Ez már eleve egy... És hogyha nyilván azzal érvelnek, hogy alacsony zsírtartalmú, keto, vagy egészséges. Még szokták írni, hogy szívbarát ezekre a gyilkosokra, meg egy-két ilyen. Következő kenő. Itt van a gyerekmarketing. Tehát ez gyakorlatilag az addikció, ugyanaz, mint amit a dohányipar csinált nagyon sok évvel ezelőtt. Nekem 6 unokám van, nagyon szeretnék még, 63. éves vagyok, nagyon szeretnék még vagy 30 évet velük tolni, meg utána az ő gyerekeikkel is, de megőrülök ettől. Tehát a gyerekek maguk vásárolják szinte a terméket, tehát szedik le, mert nekik szól. Ezek a reklámok gyerekeknek szólnak. A gyerekeink életét rövidítjük meg. Ezeket... Bocsánat, nem akarok már végletesen fogalmazni, de úgy el tudom képzelni, hogy mit kéne csinálni azokkal, akik ezért felelnek, és hogy milyen policyt kellene bevezetni. Óriási pénzügyi érdekek ellen persze. De ha egészségről beszélünk, akkor ezt önöknek, nekünk tudnunk kell, és ezeket a kukába haigálni, vagy hozzá se nyúlni egyébként, és akkor majd egy idő után elfogy a lelkesedés, de mindig van valamiféle kerülő út, amin ezek visszatérnek. Itt van. Snack for baby. Hippokratész bácsi, akire mi esküdtünk annak idején, 2000 éve ugye már elmondta, hogy az ételünk kellene, hogy a gyógyszerünk legyen, és a gyógyszerünk az ételünk. Nincsen új a nap alatt egyébként, és majd mindjárt eljutunk a bőthöz is, mert az sem új, és az összes világvallás egyébként magáénak tudja ezt az elmet. De előtte még egy pici marketing. Tehát a body shaming, meg az elhízott emberek megalázása szerintem nem oké. Tehát én is azt mondom, hogy nem oké. De az, hogy ezt most már ipari méretű marketing eszközé tesszük, és az új normális ez, amitől az ember 30 évvel rövidebb ideig él, és 50 évvel rövidül az egészségben eltöltött élete, mert gyakorlatilag most már az én köreimben is 30 éves diabéteszesek vannak. Nekünk volt egy meddőségi centrumunk, ugye a Triton Life keretein belül, ott a hozzánk forduló hölgyek 30-45 éves korosztályban 80-90%-a prediabéteszes volt. Vagy rendes cukorbeteg, vagy már inzulinrezisztens. Hát ez nyilvánvaló, hogy akkor ez egy meddőségi problémát is okoz. És ezt is értem, hogy a Calvin Klein, vagy ezek a márkák nem tudnak eladni ezekre a filigrán vékony emberekre, mert már az USA-ban például nem léteznek szinte, 80%-uk túlsúlyos vagy kórosan elhízott. Következő. És akkor a Cosmopolitan azt mondja, hogy this is healthy, ez egészséges. Hát anyád. Azt mondja szintén az egyik proftól egy ilyen ábra, hogy egy elhízott embernek azt mondani, hogy nem kell fogynod, mert cuki pofa vagy, ez ugyanolyan, mint hogyha egy rossz alkoholistát arra biztatok, hogy hányjál le még jobban, mert egyébként jó pofa, amit csinálsz. És még egyszer mondom, elnézést, nem bántani akarok senkit, provokálni akarok, gondolatot ébreszteni akarok, mert ezért jöttünk ma. Mehet tovább. Ez egy vicc lenne, ha vicc lenne, de a profom is azt írta, hogy először mosolygott ezen, hogy 3 évre elment Dávid az Egyesült Államokból, visszatért ilyen állapotban, de tulajdonképpen azt írja ott, hogy tulajdonképpen abba hagyta a mosolygást, mert rádöbbent, hogy ez egy dráma. És akkor jövünk magunkhoz. Tehát hol van a nagyobb sor egyébként? Ez most az ügyfél oldal még, nem az orvos. Vagy az egészségügy. Mindenki azt mondja, hogy doki, adj egy tablettát. Majd megoldjuk. Van tabletta. Nincs. Közlöm, hogy nincs.
Van tabletta, rengeteg mellékhatása van, nem oldja meg a problémát. Az egész világon növekvő probléma, amiről beszélünk, pedig a világ legjobb, legújabb, legkorszerűbb, legdrágább gyógyszereit fejlesztette ki a gyógyszeripar az utóbbi 30 évben. A probléma mégis növekszik. Nem oldja meg. Igen, tehát rajtunk fog múlni. A jó orvos abban mérődne a mi horizontunkon, hogy hány betegét tudja levenni a krónikus gyógyszerezésről, és nem hánynak tud felírni. Óriási különbség. Hát az a legegyszerűbb, hogy azt mondom az asszisztensnek, hogy ott vannak a lepecsételt receptek, meg tett fel az ESZT-vel, jön Béla bácsi, már megint kell neki ez a koleszterin szint csökkentő, hogy toljad. Az, hogy Béla bácsinak ettől tesztoszteron hiánya van, impotens lett, meg depressziós, meg a felesége már nem áll vele szóba, meg egyébként elszakadt 3 ina, meg 4 izma lebomlott, az a kutyát se érdekli, gyógyítjuk a laborleletet. Mert egyébként Béla bácsinak lehet, hogy nincs is érelmeszesedése, de a koleszterin szintje magas volt, és akkor kötelező felírni. Tudjuk azt, hogy ha 0,1 millimol per literrel egy protokoll, egy ajánlás alacsonyabb szintet fogalmaz meg, az 3 milliárd dollár extra bevétel annak a néhány cégnek egy évben, aki ezeket gyártja. És ezt orvosként mondom, és nem gyógyszerellenes vagy gyógyszergyárellenes vagyok, csak a józanész nevében. Ezek egészségügyi miniszterek. Tehát most Quebec, Kanada, Belgium, England, USA. Most üdvözlök mindenkit a klubban. Tehát ez, mondom ezt úgy egyébként, hogy én 20 kilót fogytam az elmúlt másfél évben, tehát így kezdődött a beszélgetésünk egyébként, mert én is nagyon sportos voltam, maratonokat futottam, hegyi kerékpároztam, aztán egyszer csak elkezdtek kialakulni a tünetek, és az én kollégáim elkezdtek nekem is felírni dolgokat. HB, hemoglobin A1C-m elkezdett emelkedni, mondták, hogy szedjek metformint. Hát szedjen a halál. Tehát ezért kutatom, tehát én ennek egy megszállottja lettem az elmúlt x évben ennek a témának, és működik jelentem. A laborjaim olyanok, itt az orvosom mellett, mint 25 éves koromban, kis túlzással, mert a koleszterin szintemen még vitatkozunk, de nem vagyok hajlandó azt sem szedni. No, ez itt egy nagyon fontos ábra, és ezt csak összefoglalom, nem kell elolvasni, mert megint angol, hogy a gyulladás, amit egyébként az állandó zabálással fenntartunk magunkban, és az, ennek a fő oka egyébként az inzulin maga, és egy mTOR nevű gén, ami hogyha bekapcsol, amikor falunk, akkor ez az egész, nem megyünk biokémiába, de gyakorlatilag erről szól, egy alapgyulladásos állapot alakul ki. Mit csinál ez velünk? Demensek leszünk és Alzheimer-kórosok. Pont. Tudományos bizonyítékok vannak. Kardiovaszkuláris, tehát szívvérrendszeri betegségek, magas vérnyomásunk lesz, érelmeszesedésünk lesz. Az érelmeszesedés nem azért van, mert magas a koleszterin szintünk, hanem azért, mert az érbelhártya be van gyulladva. A koleszterin egy vízvezetékszerelő, ahol érzi a gyulladást, puf, oda megy betapasztja, oda megy betapasztja. Ha túl sok gyulladás van, nagyot fog tapasztani, el fog záródni az ér. De nem a koleszterin a bűnös, hanem a gyulladás és az ér. Érfal. Izmok, a csontok betegségei, a bőrbetegségei, hány allergiás gyógyítanak úgy, hogy gyakorlatilag ragyásra zabálja magát az ember. És ez az oka. Ez az oka. A pajzsmirigy betegségek, tüdőbetegségek, a gastrointestinális, tehát a gyomorbélrendszerünk betegségei, ezek az úgynevezett szivárgóbélszindróma, ez a légigat, ez mind, és akkor jönnek az ételallergia tesztek, az ételallergia teszt pozitív, akkor arra gyógyszert kap, akkor megvonnak 20 féle kaját tőle, és nem jut sehova. Mert az alap problémát nem látja, egyben nem látja senki az embert. Silókban működünk. Mindjárt abba hagyom egyébként, mert erről én reggelig tudok beszélni, de tehát úgy működünk, hogy elmegy valaki egy ortopédhez, akkor az ortopéd megnézi, közfényed van, egyél kevesebb fehérjét. Akkor elmegy a ideggyógyászhoz, keresi az Alzheimert, az endokrinológusa nem tudom mit, de egyben egy ember odaáll egy orvos elé, és végre mi ezt csináljuk, és ugye Eszternek erre van, nem csak foglalkozás egészségügyi szakorvos, hanem a megelőzés orvostan szakorvos, amiben nagyon kevés van az országban. Tehát pontosan erről szólna ez a történet, hogy egyben az embert, aki ott van, a problémáival meghallgatva, a családi anamnézisét megismerve, és helyre téve ezeket a dolgokat egyben kezeljük. Mindjárt jutunk a Nobel-díjhoz is, és ez már átvezető kérdés. Ugye ez arról szól, hogy a vérben az inzulin szintet mi emeli meg, és mennyi időre, milyen tápanyag. Hogyha valaki szénhidráttal táplálkozik dominánsan, mindig csúcsra jár az inzulin szintje, az a leggyorsabban a legnagyobb provokációt jelenti. Hogyha valaki fehérje alapú táplálékot visz be, az egy kicsit elhúzódóbb és alacsonyabb csúcs,
És marha érdekes, zsírdiétával lehet a leghatékonyabban fogyni. Erre fogadtam, vagy meg kellett volna kérdezni, hogy ki fogad erre, biztos, hogy ellene szavazott volna mindenki, de a Wikipédián is fenn van már magyarul, tehát vannak ilyen tanulmányok. A legelhúzódóbb inzulin, legalacsonyabb és elhúzódó inzulin szint provokációt okozza. Mit tehetnénk akkor? Ugye ez a kérdés, ez már itt magyarul, és akkor átvezetünk mindjárt ide. Marha nehéz a helyzet. Azért nehéz a helyzet, mert óriási nagy a marketing zaj, mindenki el akar valami nyavaját adni, mert végső soron reményt árulnak azok a cégek és azok a részben szélhámosok, részben szakemberek, akik ezen a területen aktívak. Reményt, semmi mást. Ugyanaz, mint a kozmetikai ipartermék és remény. Nem a krémet veszi meg a hölgy, hanem azt veszi meg azt a reményt, hogy nem lesz tőle ráncos. Ezt szoktam mondani a feleségemnek, nem mindig örül. Na, de ez ugyanez. Tehát a reményt veszik meg, és ezt tudomásul kell vennünk, hogy erőfeszítés nélkül, saját részvételünk nélkül csoda nem fog történni. Ez történik egy filmben, egy mesében, egy akárhol, de a való életben nem. Kampányszerű dolgok sem oldják meg, tehát ezek a diéták, ilyen mindenféle varázsdiéta, 3 hónapig, meg szétválasztó, meg összerakó, meg nem tudom mi, nem oldja meg. A tudatos életmódváltás, és itt jön a Nobel-díjas kérdés, az akörül kell, hogy forogjon, hogy az étkezésünk frekvenciáját kellene csökkenteni, és tényleg az utolsó szakasznál tartok, aminek az a fő oka, hogy az autofágia az ugye nagyon lényeges, mert az a megfiatalító rendszerünk tulajdonképpen, csak ez egy picit túl, hogy mondjam, túl erőszakosan hangzik, mert ez a megfiatalodás, ez egy, megint egy remény. Tehát tudom, hogy én sem fiatalodok, meg egyikünk sem, de lassítani lehet az öregedést. Erről szól az autofágia, meg arról az érdekes tényről, amit egyébként a telex.hu hozott a Semmelweis Egyetemnek is megjelent végre egy közleménye, ami arról szól, hogy a rákos betegek kemoterápia előtt, hogyha éheztetésnek vannak kitéve, méghozzá 3 napig is akár, én is szoktam fél évente egy 3 naposat csinálni, tök jó egyébként. Nem csak kibírni lehet, hanem a 3. napon annyira jól van az ember, hogy paradicsomszagát érzem onnan az asztalról ide. Tehát kiélesednek az érzékek, és úgy visszatérünk egy ilyen vadászüzemmódba. De a Semmelweis Egyetemhez visszatérve, tehát a rákosok esetén az a logika, hogy az éhezés során az autofágia a saját testi sejtjeinket elkezdi védeni, az egyéb sejteket megkukázza. És ez most így nagyon egyszerűen hangzott, azt ígértem, nem megyünk túl sok szakmai részletbe, de ez így van. Cserébe a ráksejt, aminek egyébként nem tudom, tudják-e az itt ülők, 400-szor akkora a cukorigénye, mint egy testi sejtünknek. Azokról a ráksejtekről beszélek, amely ráksejtek egyébként PET-CT-vel kimutathatók. Ezért mutathatók a ki. Ez a rákok 90%+ egyébként PET-CT-vel diagnosztizálható, azért, mert cukorkötött izotóppal mutatjuk ki. Tehát egyszerűen bekötődik oda, ahol cukrot zabál a rák. Tehát, hogyha nem adunk a ráknak enni, de ugyanakkor az autofágia az a testi sejtjeinket pedig segíti, frissíti, akkor az egy kettős pozitív hatás. A kutatás másik nagyon fontos eleme, ez a bizonyos fasting, vagy böjt, időszakos böjt, intermittent fasting, aminek az a jelentősége, hogy az első, erről nincs ábrám, de megpróbálom gyorsan összefoglalni, az első 4 órában visszarendeződik az inzulin szintünk a normálisra, ha nem vagyunk cukorbetegek, és még nem vagyunk inzulinrezisztensek. De ez még gyógyszerről is visszafordítható, inzulinról már egy kicsit más feladat. 4 óra. 8 óra múlva a vércukrunk éjgyomri szinten van, ezért mondják azt, hogy ha laborba megyek reggel, akkor este egyek utoljára reggelig, akkor már csak folyadék. Körülbelül 10 óra, amikor a glikogén raktáraim kívülnek, izomban, májban rakunk el cukoralapú táplálkozásból, szénhidrát alapúból, és glikogénből megy a kajálás utáni 10 órában átlagosan az energiaellátásunk, végső soron az ATP, ami az energiaforrásunk, Szent Györgyi Krebs-körnek nevezik ezt a biokémiai kört, illetve a glükóz a vércukor előállítása. Pont. 10 óra körül elkezdünk zsírbontani, mert kiürülnek a glikogénraktárok, és a zsigeri zsírunkat kezdjük el megemészteni, amiből cukrot csinálunk, tehát a vércukrunk az végig stabil. A 4. napon is ugyanannyi, egyébként én megmértem a sajátomat 4. nap éhezés során, sem, nincs, hogy leesik a vércukrunk, megvonási tüneteink vannak maximum, az édesség utáni vágy. És a 10-12. órától ketogén anyagcserénk van, nem keverendő össze a ketogén diétával,
tehát ketogén anyagcserénk van, tehát zsírból állítjuk elő az energiát, és a 14. óra átlagosan ez a bizonyos autofágia, és ez a harmadik napig fokozódik és kifejti a hatását. Tehát erről szól ez a történet, nagyon sok népszerű program van fenn a neten, 8-16 óra, hogy 8 órát teszem, 16-ot nem. Ez egy belépő szint, ez egy kezdő szint, de jobb, mint a semmi. És hogyha még emelé valaki meg tudja azt csinálni, hogy egy napot kihagy a héten, akkor már nagyjából elkezd odaérni. Persze emellett nem célszerűtlen eldobni a kenyeret, szénhidrátot kicsit csökkenteni, kicsit több zsírt és húst tenni, tojást, ilyesmiket, de ez egy másik fejezet. Köszönöm. Szokás szerint hosszabb voltam, elnézést, csak hát ez olyan téma, amit nem bírok elengedni. Köszönjük szépen. Megpróbálom visszakaparni az életkedvemet azért itt a diéták után. És ugye végül is most válaszoltál a kérdésemre, amit föltettem az elején, hogy mi zajlódik le bennünk, illetve hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek az időszakos böjtnek. Azt azért megkérdezném, hogy amikor ehetünk, most mindegy, hogy ki melyiket válasz, a 8-16-os, 10-14-es, meg nem tudom hány verzió van, akkor viszont mit ehetünk? Tőlem? Okay. Igen, szóval akkor gyorsan mondom ezt, és aztán tényleg utána majd kimegyek inkább. Az első és legfontosabb, hogy mikor eszünk. Tehát, hogyha valaki nem akar egyszerre túl sok kihívásnak megfelelni, akkor elég, hogyha az étkezés frekvenciájával kezdi. De nagyon-nagyon fontos az, hogy a mit is előkerüljön. Ezért mondtam, hogy a magasan feldolgozott szénhidrátokat, ezeket az ipari vackokat, ezeket úgy minél hamarabb ki kellene venni az étrendből. Minél természetesebb és minél kevésbé feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, annál közelebb vagyunk ahhoz a helyzethez, amire minket a 2,5 milliós evolúciónk létrehozott. Jó, de most álljunk meg itt egy picit, bocsánat, csak én, mint tudatlan vásárló, bemegyek mondjuk egy üzletbe, vagy elmegyek a piacra, vagy elmegyek egy termelőhöz. Az már jobb, igen. Ma már azért ijeszgetnek azzal, hogy a zöldségeket, a gyümölcsöket is nem tudjuk mivel kezelik, a marha nem tudjuk milyen takarmányt teszik, és a többi. Ez, így, a többi, van. Tehát... Ez így van. Ez egy végtelen sor. Tehát most van olyan megoldás is, hogy beleállunk a tükörbe, sajnáljuk magunkat, és főbelőjük magunkat, mert egyébként erre nincs, bocsánat, nem akarom elviccelni, de erre nincs megoldás. Tehát olyan környezetben élünk, ahol ez kiküszöbölhetetlen, abszolút. De olyat azért tudunk tenni magunkért, hogy a szupermarketekben is lehet, hogy a folyosón nézzük meg a kamrajava, vagy nem tudom minek nevezett boltot, ahol mondjuk házias szalonnát lehet venni, és nem ilyen csomagolt hulladékot, aminek a fele valami cukros lé, vagy pác, vagy nem tudom micsoda. És a zöldségek is erre, van magyar podcast is egyébként, van egy-két kollega, aki ezt most már magyar orvosként is úgy promotálja, az volt a válasz egy ilyen kérdésre, hogy az is jobb, hogyha szupermarketben vett zöldségeket eszik valaki, mint hogyha nem azt teszi, hanem a chipset rágja, meg az egyéb ilyen gyulladáskeltő dolgokat veszi. Persze a legjobb, az a végletes, mi magunk már elértük azt, hogy magunknak termelünk. Tehát van egy kis kertünk, van egy segítőnk, és magunknak, egy pici kertben megterem annyi, ami a családnak még sok is. Tehát egyébként nem akkor erőfeszítés, de hát ezt egy társasházban vagy lakótelepen élő nem tudja megcsinálni, meg hát azért macera. De mondom, a szupermarket is jobb, mint a semmi, csak válogatni kell. Még egy utolsó kérdésre marad nálad a szó, aztán úgy is elveszem, hogy a időszakos böjt kapcsán van-e veszély? Tehát van-e olyan, aki ezt nem tarthatja valami oknál fogva, vagy van-e veszély ennek a böjtnek? A tudományos ajánlása körül ez azt mondja, hogy gyerekek ne csinálják, terhesek ne csinálják, cukorbetegek, akik inzulinra szorulnak, ne csinálják, vagy nagyon szigorú orvosi felügyelettel, de ez gyakorlatilag 4 óránkénti orvosi ellenőrzést igényelne az első hetekben, tehát ez lehetetlen, kivéve, hogyha a házastársa valakinek mondjuk ilyen szakember, és ezt otthon próbálják. Tehát vannak ilyen korlátok, de egyébként abszolút mindenkinek beleférhet. Az ember így épültünk fel. Tehát az vicces lenne elképzelnénk, hogy az őseinket a barlangból az anyukája kiküldte reggelizni, mielőtt iskolába megy, tehát ez nem így működött, meg hát a nasi sem a tévé előtt. Igen, igen. Ha belegondolunk valahol, ez is egy prevenció szerintem maga az időszakos böjt, hiszen megelőzhetünk valamit jó esetben, vagy jobb esetben, rosszabb esetben lehet, hogy vissza is fordíthatunk. Mármint rosszabb az értelembe értem, hogy rosszabb, hogy már megtörtént valami. Ezt kérdezném, akinek ez egy fontos területe a prevenció, hogy
milyen az életmóddal kapcsolatos krónikus betegségeket lehet akár így megelőzni, vagy visszafordítani? Egyáltalán melyek most a leggyakoribb életmóddal összefüggő krónikus betegségek? Nem tudom, be van-e kapcsolva? Igen. Hát gyakorlatilag minden krónikus betegségnek a kiindulása az életmódunkban kereshető, tehát saját magunkat tehetjük felelőssé a betegségek kialakulásáért. Persze van egy genetikai hátterünk, de a genetikai háttér viszonylag kevesebb szerepet játszik benne, és mindig azt szoktam mondani, hogy egy rossz genetikát nagyon jól lehet javítani egy jó életmóddal, és egy nagyon jó genetikai hátteret pedig rettenetesen el lehet rontani egy rossz életmóddal. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az úgymond egészséges életmód, amiről azért így mindig fontos, hogy ezt meg is határozzuk, ne csak erre irányítsuk az embereket, gyakorlatilag a krónikus betegségek megelőzésére törekszünk. Nekem ugye az a szerencsém, hogy nem dolgoztam gyógyszeriparban, van két olyan szakvizsgám, amivel receptet se írhatok fel, tehát hogy nincs mit vezekelnem. Viszont ebből a szempontból viszont nem sok mindent értem el azokkal az elméletekkel, amivel lassan két évtizede próbálom az embereket erről meggyőzni. Valóban egyébként a megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel kezdtem, de azt azért el kell mondani, hogy így a népegészségügyi programoknak nagyon nagy szerepe lenne akkor, hogyha ezek központi támogatást is kapnának a betegségek megelőzésében, de mivel hogy ezek ilyen több évtizedet felölelő programok, ezért nem igazán kapnak támogatást. Így a felelősség az mindenképpen az egyénre hárul vissza, tehát nem tudunk egy populációs szintű megelőző programmal segíteni a társadalmunkon, akkor mindenkinek egyénileg kell megpróbálni ezeket a krónikus betegségeket megelőzni, és hát felsorolhatjuk, szerintem mindannyian tudjuk, a magas vérnyomás betegség, a cukorbetegség, a zsírnyakcsere zavarok, de ezek mind-mind táplálkozási szokásból, mozgásszegény életmódból, akár a képernyő előtt töltött munkavégzésből, egész nap ülünk a képernyő előtt, a kevés folyadékot fogyasztunk, tehát mind gyakorlatilag az összes krónikus betegségünk az életmódunkkal függ össze. És igazából még a daganatos betegségeket is ide tudom sorolni, amiben lehet, hogy egy picit több szerepe van a genetikának, de ezeket a betegségeket is egy jó életmóddal, egy egészséges életmóddal egyrészt meg is tudjuk előzni, és pont ez az autofágiának a szerepe. Ugye a szervezetünknek van is egy öngyógyító tulajdonsága, hogyha hagyjuk ezt érvényesülni és nem nyomjuk el, akkor gyakorlatilag akár még a daganatos megbetegedéseknél is láthatjuk, és lehet, hogy az önök környezetében is vannak olyanok, akik még az orvosoknak a véleménye ellenére is csodával határos módon meggyógyultak. Tehát, hogyha egy picit a szervezetünket támogatjuk akár az életmódunkkal, és nem csak a felírt gyógyszerekre, meg a kezelésekre támaszkodunk, akkor sokkal több eredményt érhetünk el. Már egy kialakult betegségnek az esetében is azzal, hogy akár az visszafordítható, vagy ha nem is fordítható vissza, mert olyan károsodások vannak, akkor is a szövődményeket tudjuk megelőzni, hogyha változtatunk az életmódunkon. Melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyekre mindenképpen kellene mennünk? Ez biztos, hogy egyéni kérdés minden esetben, tehát hogy itt jön az egyénnek a szerepe, tehát vannak visszatérve, ugye hát azt mondtam, hogy nincsenek népegészségügyi programok, vannak azért népegészségügyi ajánlások hazánkban is, a leggyakoribb daganatos megbetegedésekre ugye megvannak a javaslatok, hogy mikor, milyen szűrésen, milyen gyakorisággal érdemes részt venni. Nőgyógyászati rákszűrés most már 3 évente ajánljuk, azért ez korábban évente volt, 50 év felett ugye a vastagbélrákszűrés. Ezek ugye azok a betegségekre irányulnak, ezek a népegészségügyi szűrőprogramok, amik a legtöbb halálozással járnak.
de azt gondolom, hogy mindenkinek egyénileg kell felállítani azt a tervet, hogy ő neki milyen szűrővizsgálatokon kell részt vennie, ami egyrészt a családban előfordult betegségekről, ha ismerjük a genetikai hátterét, akkor a genetikájától függ, illetve hát az életmódjából adódó már kialakult károsodások alapján tudjuk ezt meghatározni. Tehát, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy mi az, ami mindenkinek előirányozható szűrés, és hát igazából ugye azt a hazai gyakorlatban ugye most elsősorban ezek a menedzser szűrések váltak divatossá az elmúlt 10 évben, amikor gyakorlatilag mindenkinek ugyanazokat a vizsgálatokat ajánljuk, egy bizonyos maximum korosztálybeli különbségek vannak a szűrőcsomagokban, amit hirdetünk, de ezek egyáltalán nem veszik figyelembe az egyedi eltéréseket, variációkat. Igen, mi? Mi pont nem ezt ajánljuk. Igen, hogy... Végülis én erre törekszem régóta, és ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy elnök úr is erre nagyon nyitott, és ebben támogat, hogyha az én több évtizedes elképzeléseimet is, hogy egyéni szűrővizsgálatokat állítsunk össze, és ne pedig csomagokra próbáljuk rábeszélni az embereket, ha esetleg felesleges vizsgálatokra, felesleges gyakorisággal elvégzett vizsgálatokra. Ugye nem csak magunkért vagyunk felelősek, ezt a nagyon jól hangsúlyoztat, hogy felelős mindenki saját magáért, de vállalkozóként vagy munkáltatóként nem csak magunkért, hanem a munkavállalókért is. És azzal szerintem mindenki egyetért, hogy mindegy milyen területről van szó, az nagyon fontos, hogy a munkavállaló pszichésen, mentálisan, fizikailag egészséges legyen, hiszen ez a hatékonyságot is növeli, munkahatékonyságát. Mennyire veszik, Laci, ma ezt komolyan a cégek, mennyire törődnek a munkavállalóknak az egészségével, rá lehet-e látni egy ilyen általános képet ma Magyarországon, illetve mennyire fontos a prevenció, hol tart ma ebben Magyarország? Azt látom, hogy ezen a területen egyre inkább divatos, máshonnan közelítem meg a kérdést, nekem van egy csodálatos feleségem, aki a HR-ből ment el szülési szabadságra, és éppen most otthon van 4 hónapos kislányunkkal. És a home office-nak a varázsa az, hogy hallottam őt nagyon gyakran interjúkat készíteni, illetőleg hogy pozíciófelvételnek hívják, úgyhogy hallottam test közelből azt, hogy egyrészt már a munkavállalók is mennyire keresik azokat a juttatásokat, amik az egészséghez köthetőek. Interjún előforduló kérdés nagyon gyakran, hogy van-e a cégnél valamilyen fajta egészségügyi juttatás, akár szűrőcsomag, vagy valamilyen biztosítás, ami támogatja őt abban, hogy gyorsan, egyszerűen és magasabb minőségű egészségügyi szolgáltatásokat tudjon elérni. És a cégeknek is ez egy bocsánat a szóért, de egy szexi dolog ma Magyarországon, hogy ki tudják tenni a kirakatba, hogy nekünk fontos a dolgozóinknak az egészsége. Mi különböző juttatásokon keresztül támogatjuk azt, hogy a dolgozóink egészségesebben éljenek, szűrővizsgálatokon vesznek ők részt, illetőleg lehetőséget nyújtunk számukra arra, hogy elérjenek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, és áttételesen ez amúgy ma már, és egyébként korábban is így volt, de a munkáltatónak is érdeke, hiszen a betegszabadságon töltött idő az egy olyan kiesés, ami számokban kifejezhető, és hogyha ezt valamilyen formában, ha nem is egyik napról a másikra, de csökkenteni tudjuk, akkor azt mondhatjuk el, hogy az egészségbe fektetett összeg az a nap végén mindig megtérül. Tehát ez egy olyan egyenlet, aminek a vége nem lehet negatív. Ide kapcsolódik egy mondat egyébként, hogy azt mindannyian tudjátok, hogy ugye 23 decemberében született egy olyan törvényjavaslat vagy módosítás, hogy idén szeptember 1-től már nem kötelező ugye a munkáltatóknak a kötelező orvosi alkalmasságira elküldeni a munkavállalót. Hát mind a hármatokhoz menne a kérdés, hogy erről mi a véleményetek, és hogy ennek mi a pozitív hozadéka, mert nyilván van egy szándéka, miért ez megszületett, és van-e, és ha igen, akkor mi a negatív? Igen, ez egy fontos és jó kérdés. Magyarországon az szocialista történelmünk nyomán
ugye volt egy ilyen vállalati egészségügyi valami a cégeknél, orvosok voltak, iskolaorvosok voltak, MÁV kórház volt, Honvéd, BM kórház volt, tehát volt egy történelmi hagyatéke mögött, ami aztán kiüresedett és elformalizálódott. Tehát a vidéki Magyarország nagy részén, de fővárosban is gyakorlatilag mi ezt csak ilyen bélyegző szerviznek neveztük bentről, nem is csináltuk egyébként, tehát én ellenálltam a Triton Life alapítás óta, azt mondtuk, hogy mi foglalkozás egészségügyen nem foglalkozunk, mert nem az a dolgunk, hogy bélyegző embereket fizessünk, akik aztán nem csinálnak semmit, és nem vizsgálják meg igazán, és nem követik utána az ügyeket. A foglalkozás egészségügy akkor működött volna, hogyha ez egy valódi, ahogy Eszter mondta, egy prevenciós szemléletű, valódi, egy holisztikus medicina, tehát bejön oda egy akárki, egy munkás a szalagról, és egyben akkor ott egy orvos azt megnézi, és azt mondja, hogy hát uram, önnek ezt meg ezt látjuk, de nyomtak egy pecsétet. És a kormányzati szándék az nyilvánvalóan az, hogy ezt a egyébként humán erőforrással is gyengén ellátott rendszert és formalizált rendszert levegye a munkáltatók nyakáról, ahol ez az alacsonyabb kategóriájú dolgozókról van szó, mert úgy értem, hogy foglelő szempontból besorolva alacsonyabb kategóriájú, kisebb kockázati csoportba tartozó. A nagyok mentén pedig meghagyták, tehát azért ott ez nem ilyen egyszerű. De amit itt a kollégáim elmondtak, hogy gyakorlatilag, vagy a Laci mondta, hogy szexi most már az, hogy egy nagyobb cég, vagy akár egy kisebb is nyújt valamiféle egészségügyi szolgáltatást, gyakorlatilag ez része. Tehát mi most kezdtük el, ugye mi előbb felépítkeztünk, most már 8 magánkórház, 12 járóbetegklinika, 3 diagnosztikai központ, nagy labor, művese állomások, tehát egy komplett nagy országos, a legnagyobbak vagyunk most már így 6 év után. Most kezdünk el a vállalati egészségügyel foglalkozni, mert most már nem pirul az arcunk. Tehát nem fordítva csináljuk, mint sokan, hogy oda mentek, kikergettek fűtfát, aztán hazudoztak, hazamentek, és mondták a csapatnak, hogy valamit építsünk már, mert azt ígértem, nem tudom még cégnek, hogy ezt meg kell csinálni. Tehát ez egy fordított út, de ezt tartalommal úgy lehet megtölteni, és ezt a kormányzat szerintem érezte a jogalkotó, hogy egyébként is a vállalkozások egy kényszerhelyzetben vannak amiatt, hogy ugye azt nem mondják ki soha, hogy az állami rendszer hozzáférhetősége az romlik, de hát azt tudjuk, hogy romlik. Ezzel együtt ez értéket jelent, és ha már oda befárad valaki egy személyre szabott szűrésre, annak egy apró része a foglalkozás egészségügy, hiszen az egy töredéke az erőfeszítés, ott a munkahelyi rizikócsoportja alapján megvizsgálni, aztán megnézni, hogy az egyiknek a szemét kell nézni jobban Eszteréknek, a másiknak meg a derekát, aztán kész, most egyszerűsítek. De a lényeg, hogy ez nem negatív, a mi szemünkben ez nem negatív, ez az intézkedés. Eszter? Hát... ez a számomra választott terület, az tényleg ez mindig ez a prevenció volt. Mondtam, hogy először a megelőző orvostan, és akkor utána így rájöttem, hogy itt így a népegészségi programok nincsenek támogatva, akkor hogyan is lehetne ezt a prevenciót tényleg valahol érvényesíteni, és innét jött a foglalkozás egészségügy, tehát mindenhez olyan nagy reményeim vannak, hogy akkor igen, akkor a foglalkozás egészségügy keretében tényleg a munkavállalók, akik munkaképes korban vannak, még egészségesek, mindenkinek kötelező eljönni, és hogy ez a legjobb területe annak, hogy egészségnevelés, egészségmegőrzés teljesülhessen. És egyébként igen, ebben van változás azért az elmúlt 10-15 évben, mert hát persze ott is aztán jött a pofon, hogy igen, a munkáltató azt szeretné, hogy valaki pecsételjen minél gyorsabban, ne kelljen olyan sokáig elengedni a munkavállalót, itt ez egy felesleges adminisztratív teher, ugye, amit most csökkenteni akarnak a jogszabályokkal, és ez a szakma sajnos tényleg ebbe az irányba fajult el, holott mondom, én ezzel a lelkesedéssel álltam ennek is neki, hogy akkor milyen jó, hogy akkor itt valahol mégiscsak akkor az egyénekkel lehet foglalkozni. És hát sajnos tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a szakma saját magát is azért, mert hát a munkáltató fizeti a foglalkozás egészségi orvost, tehát nem tud szakmai szemmel viszonyulni csak a dolgokhoz, hanem hát a munkáltatónak, aki a fizeti, annak is meg kell felelni. És én ezt tényleg nagy örömmel látom, hogy azért főleg a nagyobb vállalatoknál ez a divatba jött szexi vállalat egészségügyi koncepció, amivel a munkáltató meg is akarja tartani a munkavállalóit, itt talán már van erre fajta valamilyen törekvés, hogy
hogy nyújtsunk egészségügyi szolgáltatást a munkavállalóknál. Itt is az a gondom, hogy itt sem lehet sablonizálni, tehát ugyanúgy nem kellene azt mondani, hogy minden munkavállalónak ezt a csomagot megvásárolom, és akkor ezzel kipipáltam, mert szolgáltattam is neki valamit, és akkor ő ezért hálás, még jobban elkötelezett a cég irányába, hanem ugyanúgy egyéni kockázatbecslés alapján kellene ezeket a vizsgálatokat meghatározni. És igen, hogyha az állami népegészségügyi programok nincsenek, akkor a vállalat egészségügyi programokat viszont fontos lenne kialakítani, hiszen mind a kisvállalatoknál, mind a nagyvállalatoknál gyakorlatilag meg lehet határozni olyan fókuszcsoportokat, amik kialakítják mondjuk az ott jellemző betegségeket, akár egy 10 fős vállalatnál is valószínűleg ugyanoda járnak ebédelni, és hogyha az egy McDonald's, ami a mellettük van, akkor ugye már is előkerülnek a dobozos ételek, tehát hogy még egy 10 fős vállalatnál is lehetnek ugyanolyan kockázati tényezők, és ugyanazokra a krónikus betegségekre kialakuló hajlamok, vagy hát nem hajlamok, hanem ugye azoknak a tünetei jelennek meg, és egy nagyobb cégnél, 2000-10 000 főt foglalkoztató cégnél pedig rengeteg ponton lehetne beavatkozni, ahol egészségnevelés, egészségfejlesztést lehet végezni. Tehát úgymond ezzel a jogszabálymódosítással én úgy gondolom, hogy a vállalatokra van visszahárítva úgymond a felelősség azért, hogy egészségesen tartsák a munkavállalóikat, és hát én remélem azt, hogy ez nem egy ilyen csomagvásárlásban, hanem tényleg akár egészségprogramokban megvalósulható, és ami egyéni kockázatértékelésen alapulhat, legalábbis nekem ez az elkövetkezendő pár évre, inkább 10 évekre így a hivatásom, hogy hát ha valahol sikerül tényleg ezt az életmódváltást fontossá tenni az egyénnek is, meg hát vállalati szinten is akár. Hát igen, a nagyvállalatoknak azért egy picit talán könnyebb, meg emlékszem, még megmosolyogtuk azokat a cégeket, amikor azt hallottuk, hogy mondjuk csocsóasztal van, meg masszázsfotel a munkahelyen, és ma már mennyire jó, hogy ugye ez is elősegíti egyrészt a munkahelyi hangulatot, a légkört, másrészt a kikapcsolódást, stresszoldást, stb. De azért a KKV-k, a kisvállalkozások hogyan tudnak ebbe bekapcsolódni ezen túl, tehát hogy nem lesz ez a kötelező, bár a munkáltató még eldöntheti. Mit tehet, ami nem kerül sok pénzbe? Tehát milyen ötletek vannak arra, hogy akár a prevenció, vagy az egészségtudatosság nevelése, vagy egészséges életmódról az információk átadása. Szóval minden az egészség védelmében a kisvállalkozók mit tehetnek? Szerintem az a... Nem, megint kezdtem el ezt, hogy mindenki helyett beszélek, de szerintem az a legfontosabb, hogy ezt kell megérteni, hogy mondjuk vállalati szinten nem az a legfőbb szempont, hogy hány egészségügyi szolgáltatást tudok biztosítani a munkavállalónak, tehát nem szakorvosi, meg diagnosztikai vizsgálatokat kell megvásárolni, hanem egészségprogramot. Tehát ez nem feltétlenül jelent úgymond klasszikus értelemben vett egészségszolgáltatást, hanem életmódprogramokat, ami nem csak az üres mozogjunk többet, együnk egészségesebben, hanem adjunk ebben kicsi vagy nagyobb vállalati szinten konkrét tanácsokat, hogy hogyan tudja ebben a munkáltató támogatni az egyéneket. Tehát nem feltétlenül csak egészségügyi szolgáltatás, hanem életmódprogramokkal kell ebben segíteni őket. Véleményem szerint. Bocsánat. Én szoktam mondani, hogy amilyen a kalapunk, olyannal köszönünk. Másik oldalról pedig a költséghatékonyság, azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos szempont. Ugyanis a prevencióról Magyarországon még a 90-es évek óta mindenkinek a menedzser szűrések jutnak eszükbe, holott ez egy tipikusan hungarikum terület, ez máshol a világban nem nagyon fordul elő, és nem tudom, hogy tudják-e a jelenlévők, de úgy jelentek meg a menedzserszűrések Magyarországon, hogy amikor először bejöttek Magyarországra a nagy biztosítók és a magánegészségügyi ellátók, akkor hát az állami ellátórendszer még egy fokkal elérhetőbb volt, mint manapság. Akkor is azt gondoltuk, hogy ez nem jó, meg hogy nem elérhető, de a mai szemmel nézve azért az egy picit kedvezőbb helyzetben volt, és rájöttek, hogy egyszerűen a beteg embereknek nem tudják eladni a szolgáltatásaikat, kitalálták, hogy akkor adjuk el egészségeseknek.
Tehát biztosítókkal közösen kidolgozták, hogy akkor eladjuk a szabad kapacitásunkat a cégeknek, azt mondjuk erre, hogy ez prevenció, és akkor jött az, hogy a 15 elemű menedzser szűrés az 50%-kal hatékonyabb, mint a 10 elemű, holott egyébként, ha itt végignézek magunkon a színpadon, akkor biztos vagyok abban, hogy a Szeleszter doktornő mind a négyünknek eltérő szűrővizsgálati programot javasolna, hiszen teljesen eltérő korúak, neműek és kockázatúak vagyunk. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a jogalkotó ezt a lépést megtette, azzal egy lehetőséget adott a vállalatoknak a kezébe azáltal, hogy a cégek ezt, hogy foglalkozás egészségügy, most ha akarják, megtölthetik tartalommal. És ha megtöltik tartalommal, akkor az a költséghatékonyság oldaláról is szolgálni fogja az ő érdekeiket, hiszen mint cég érdekében felmerülő költség, ez ugye adómentesen nyújtható, míg mondjuk a menedzser szűrés a hatékonytalanságán felül még adózási szempontból is hátrányosabb, mint ez a területet. Én azt gondolom, hogy az egésznek a kulcsa valahol ott rejlik, hogy egyrészt cipőt a cipőboltból vegyünk, magánegészségügyi ellátásokat magánegészségügyi szolgáltatótól. Nagyon fontos az, hogy lehetőség szerint olyan modellben gondolkodjanak a cégek, ahol minél kevesebb a gazdaságilag ellenérdekelt szereplő, és amennyire lehet a hatékonyságon növeljünk, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amik ezáltal keletkeznek. Említetted itt, amikor mutattad a diákat, hogy ugye végül is mindenkinek, tehát a saját felelősségére van ez bízva, hogy mennyire tud küzdeni. A küzdeni szót, azt most kiremelném, küzdeni a marketing, a reklám, stb. Minden ellen, meg a polcokon látható szemét ellen, de ahhoz, hogy generációváltásban is tudjanak küzdeni, azt már valahol gyerekkorban el kellene kezdeni ezt a nevelést, vagy az egészségtudatosabb életmódra való nevelést, az életmódváltásra való figyelemfelhívás, stb. Hol tett ez ma Magyarországon? Tehát mennyire fontos ez ma, hogy az edukáció a gyerekek... Nagyon le vagyunk maradva. Tehát a gyerekek, abszolút a gyerekekkel kezdődik minden, a gyerekeinkért kellene leginkább meg az unokáinkért aggódni, de én azt látom, hogyha mondjuk én több helyen éltem, úgy Európában és az Egyesült Államokra is elég jól rálátok. Skandinávia nagyon elől halad, tehát ott rendkívül tudatos a laikus közönség, és ez viszi előre, tehát hogyha az emberek egészségtudatosak, egészségérzékenyek, utána mennek, néha butaságok sülnek ki belőle, de a lényeg, hogy mennek, kutatnak, mennek előre, hibáznak, javítanak, de ott már 20 éve, amikor egy svéd cégnél dolgoztam, ugye Medicavert vezettem, az egész szervezetet egyébként, nem a magyart, hanem a nemzetközit, nagyon sokat voltam kint Stockholmban, már azt láttam ott 20 vagy több mint 20 éve, hogy például nem esznek kenyeret. És akkor én is úgy néztem rájuk jó magyarként, ugye, hogy egy sertéspörihez nem eszem kenyeret, ezektől hülyék jöttem haza. Tehát, és tulajdonképpen igazuk van, és a laikusok vitték előre ezt az ügyet. Bár a szakmában is azok az országok érzékenyebbek. Tehát itt éppen Eszterrel néztünk egy nagy anyagot. 2007-ben a Lundi Egyetem egyik professzora már egy koleszterin mítoszok című 100 oldalas anyagot rakott össze, amivel gyakorlatilag végigvezeti logikusan és bizonyítja, hogy a koleszterin szintcsökkentők, a statinok tök feleslegesek, amit most milliárd dollárokban írnak fel. De ezt most zárójelbe zárva, és ezt nem én mondtam, mert nem megyünk szembe semmilyen érdekkel, de ez így van. Tehát a lényeg, hogy a gyerekek ugye a szüleikkel kezdődik. És addig, amíg ezek a marketing kampányok ilyenek, addig, amíg a gyerek már levette a polcról, mielőtt még az anyja oda nyúlt volna, és az anyja nem érti, hogy mit csinál a gyerekével, mert a gyerek szereti. Nézzünk körül, meg őrülök, amikor azt látom, hogy egy gyerek nem vizet iszik. Ezek a cukros, bocsánat, hogyha mondhatok ilyet egy baráti körül, ezek a cukros szarokkal van tele az összes polc, ami nem feltétlenül az üdítők, meg egyébként a 100%-os gyümölcslevek, aminek sem, az csak 100%-ban káros, annyit kéne ráírni, nem 100% gyümölcslé, hanem egyszerűen az ízesített vizek. És akkor még nem beszéltünk a mesterséges édesítőszerekről, amik egy kicsit károsabbak csak, mint a cukor. Tehát javasolhatom mindenkinek, ha szereti, inkább cukrot egyen, és így jön, mert azzal is kárt okoz, de kevesebbet vagy kisebb kárt, mint ezekkel. Tehát a nevelésnek óriási jelentősége van, csak én ezért szeretek egy kicsit sokkolni, hogy ez úgy megmaradjon, és hogy az emberek emlékezzenek erre, amiről beszélünk. Nem is vagyok szeretett vendég minden körben, mert a barátaimnak az agyára megyek már néha ezzel. De a lényeg, hogy az edukáció kulcs. Eszméletlen fontos téma.
kérdez, felelek, hosszú folyamat. De látsz erre valami reményt, hogy itt itthon is elindul valami? Hát ahogy Eszter említette, népegészségügyi program szinten ez nincs kitűzve az ásztóra. Egyébként nagyon nehéz, tehát ez majdnem egy ilyen Tom Cruise-os Mission Impossible lenne, hogyha ezt most nagyban szeretné valaki elkezdeni. Ezt ilyen kisebb csoportokban, tehát ezt így lehet, el kell kezdeni beszélgetni, akkor van, aki azt mondja újítóként, hogy elfogadom, van, aki azt mondja, hogy kételkedik, mert itt beszéltek mindenféle hülyeséget, de elkezd legalább utána olvasni. És hogyha utána néz, akkor esetleg már kétségek ébrednek benne, és aztán ez így terjed, mint egy járvány tulajdonképpen. Ez, tehát én ezt orvosként, magyar orvosként egy ilyen karriervégi missziómnak tekintem egy kicsit, tehát ezért lettem a kutatója ennek, és ezt az igét próbálom terjeszteni, illetve hát a cégcsoportunkban tudják nagyon jól, hogy már az irodában, hogyha szembe jön velem az éppen fogyókúrázni kívánó HR asszisztens és túrórudit látok a kezébe, akkor aznap rossz napja van, mert akkor nem bántom persze, csak hát lelkiismeretfurdalást ébresztek, amitől nem olyan őszinte a mosolya. Tehát ez is edukáció, tehát ez is nevelés, és ez is így működik. Egy kiadványt kellene szerkesztened, nem? Szerintem, amelyben egy ilyen marketing jelleggel, amiben nagyon szépen összeszed, van szedve, mi az, ami téged felidegesít, és mi az, ami átmegy. Most a kollégáim tudják, hogy küzdök itt egy könyv fordítási jogáért. Az egyik professzor, akit mentoromnak tekintek, a Kaliforniai Egyetemen tanító Lufkin professzor, aki említettem, itt több referencia tőle származott itt a képek között. Ő most jelentett meg egy könyvet az Egyesült Államokban, aminek az a címe, orvosegyetemi professzorról beszélünk, hogy a hazugságok, amit az egyetemen tanultam. Nyilván szándékosan provokál, oktatni akar, laikusoknak szól a történet, tehát ez nem ennyire durva, tehát nem minden orvos hülye, és nem minden hülyeség, ami a kórházakban történik, tehát ezt azért szögezzük le, hogy ez nem akarok ennyire végletes lenni. De nagyon provokatíven, 8 nagy fejezetben végigmegy ezeken a témákon, a táplálkozás, a koleszterin, stb. És eladta a kiadói jogát egy texasi kiadónak, és én most a texasi kiadóval húzakodok 4. hónapja. Még nem jelent meg egyébként kint az eredeti sem, tehát az a reményem, hogy még nem dobtak teljesen, mert két dolgot ajánlottunk. Az egyik az, hogy én ezt elhozom, lefordítom, és magyar fordításban megjelentethetik ők, vagy adott esetben kiadjuk mi magánkiadásban. De erre egyelőre csak azt mondták, hogy jól vettük, gondolkodunk, ez így megy 4 vagy 5 hónapja, úgyhogy majd látjuk, hogy hova jut. Ez például egy nagyon jó apropó lenne, mert voltak terveink, tehát itt már YouTube csatorna, TikTok, meg stúdiók, meg mindenféle marketinggel beszélgettünk. Most csak a podcastok mennek nagyon. Podcast, igen, csak ebbe egyrészt nagyon bele kell állni, másrészt a Triton Life-ot én nem szeretném úgy pozícionálni, hogy a Triton Life csoport az, aki az összes meglévő guideline-nal szembevizeli saját magát, ami saját kollégáinkat, ezt erről beszélgetünk nap mint nap, hogy ő elmondja azt, amit kell, majd átmegy a szomszéd rendelőbe valaki mondjuk egy kardiológushoz, és akkor egy más tanácsot kap adott esetben. Tehát van egyfajta szabadsága az orvosnak, a másik, hogy a protokollok azok nagyjából előírják, hogy ő mit mondhat. Vagyis hát igen. Szóval ez ugyanúgy, ahogy a laikus oktatás és az edukáció egy hosszú folyamat, a szakmában ez a gátszakadás is majd egyszer jön. Úgy, ahogy ma már nem írunk fel heroint és kloroformot a gyerekeinknek köhögéscsillapítónak. Mondjuk a túrórudira visszatérve azért van 0%-os cukros. Az se jó. Jut eszembe. A mesterséges édesítőkre utaltam többet az előbbi, félig komolyan, félig viccesen. Az a legnagyobb kitolás ezekkel, nem azért, mert rákkeltő, mert az is, csak most ezt magyarázzák a bizonyítványt, hogy mégsem meg ez, fél kilót kell lenni, meg ilyenek, tök mindegy. Tehát ez engem már nem érdekel, ha valaki csak kicsit gyilkos vagy nagyon, tehát akkor már nem szeretek mellette aludni úgy, hogy nem tudom, mi történik. De a mesterséges édesítőnek az a legnagyobb baja, hogy 0 kalóriát visz be, viszont az inzulin szintet megemeli. Tehát ugyanazt a hatást éri el, ami a gyulladást tartja fenn, amiről beszéltünk, tehát sőt még jobban kitol magával, aki azt issza, megeszi, mert éhes lesz tőle, az ingadozó inzulin szint farkasészséget okoz, és a 0 kalória mellett ez az éhség, ez többlet kalóriabevitelt fog egyébként eredményezni, de ha nem, mert olyan akarat ereje van, mint Schwarzeneggernek a hegyen, akkor is probléma, mert a magas inzulin szint raktárhormon, tehát hogyha emellett 5x1 kekszet eszik meg 3 óránként egy nap, abból is zsír lesz. Ez a levegőtől is ízom, doktor úr, esete. Pedig csak diet coke-ot iszom. Hát attól.
Még annyi mindenről lehetne beszélni, de itt már lassan a műsorunk, beszélgetésünk végén vagyunk, de még majd lehet kérdezni, mert nem beszéltünk még arról, hogy például mennyi érzékeny ember van ma, mennyi emésztési problémával küzdő ember is, egyre több és egyre több, és nagyon nehéz kimutatni és kivizsgálni. Látom, ezt a nagyon bologat, úgyhogy még erre elnézést, de még erre egy mondatot, hogyha reagálnál. Csak nagyon röviden, és aztán utána átadom még erre is a szót. Ugye tényleg mind az érzékenységek, mind a krónikus betegségek, meg ugye az előbb említett a szomszédrendelőben nem mehetek szembe a kardiológussal, tehát tényleg vannak protokollok, amiket Magyarországon is a szakorvosaink követnek, előírások mi alapján, milyen gyógyszert rendelünk, stb. Tehát ezek szakmai szabályok, nekik ezt követni kell. Én erre mindazt tudom mondani, akár a felszívódási zavarokkal, intoleranciákkal kapcsolatban is, hogy ezek gyakorlatilag tüneti kezelések, tehát hogyha a kardiológus a koleszterin csökkentő gyógyszert azt felírja, mert most magas, és akkor most ezt a tünetet kezeljük. De ha sikerül egy életmódváltást tényleg tartani, és nem csak pár hónapon keresztül diétázni, hanem valóban egy életre szóló életmódváltás történik, akkor igenis, hogy egy hosszabb folyamattal el lehet jutni arra a szintre, hogy ne kelljen ezt a tüneti terápiát igénybe venni. És akkor a kardiológus is nyugodt szívvel azt fogja mondani, hogy nem kell ezt a kezelést tovább folytatni, hiszen lecsökkennek az értékek a protokollban előírtak alá, tehát hogy mindenképpen azt gondolom, hogy ezek az úgymond divatbetegségek lettek szintén a különböző táplálékintoleranciák is, de hogyha megfelelő élelmiszerekhez nyúlunk, akkor ezeket is elkerülhetjük. Abszolút így van, és hát szokás szerint ez is szeretnék egy picit hozzátenni, mert ez is az én témámhoz nagyon-nagyon szervesen kapcsolódik. Tehát ezek, ahogy Eszter mondta, tüneti kezelést alkalmazunk, mert mi történik? Az történik, hogy csöpög a víz a vízvezetékből, és törölgetjük ezek a gyógyszerek. És törölgethetjük életünk végéig, mert a felmosó rongyártó az életünk végéig el fog nekünk adni felmosó rongyot, és marha gazdag lesz tőle, de közben körülöttünk minden elrohad a vízbe, mert az jön. Tehát sokkal egyszerűbb a csövet megjavítani, és nem a felmosó rongyot vásárolni naponta ötször. A allergiák. Tehát mi azt látjuk, van a laborunkban olyan eredmény, saját ismeretségi körömben is, ahol 100 étel allergiából, vagy 100 tesztelt ágensből 90 pozitív. Most gyakorlatilag akkor elrendelhetnénk az infúziós, intenzív osztályos táplálását ennek a páciensnek, mert gyakorlatilag nem ehetne semmit. Ezek pozitív dolgok és tüneti dolgok, tehát említettem ezt a permeabilis bélszindrómát, vagy az áteresztő bél leaky gut szindróma angolul, ami ugyanennek a gyulladásos őrületnek a következménye. De várja, a tüneti dolgok, tehát azt jelenti, hogy nem teszük infúzióra, de akkor mi a megoldás? Az a megoldás, hogy ezzel az életmódváltással a gyulladást csökkenteni kell. Tehát és az időszakos bőjt? És például az időszakos bőjt, a mozgás, a testtömeg csökkenés, a testzsír százalék csökkentése, a zsigeri zsír csökkentése, mert ez okozza. Tehát gyakorlatilag ez történik. A rendkívül sok allergiának, meg érzékenységnek ez a fő oka. 100 gluténérzékenyből 90 nem az. És a 10-nek se lenne baja, nem enne kenyeret egyébként, mert ugye az onnan jön. Tehát ezt kell megérteni ebben, ezért hosszú ez az edukációs folyamat, hogy gyakorlatilag erről szól. A másik példa a koleszterin, tehát most megint nem akarok végletekről beszélni, Eszter jól elmondta, hogy a protokoll szerint kötelező felírni. De mit? Amikor én elvégeztem az egyetemet, akkor még a 6-os koleszterin normális volt, most már rá van írva, kötelező ráírnunk a laborleletekre, hogy a kis rizikói csoportban már 3,8-nak kéne lenni, meg a nagy rizikói azt hiszem 1,2, gyógyszerrel oda nem csökkenthető, és az emberi élettel nem egyeztethető össze.
az a célérték, amit egyébként, én nem is tudom, kik szülnek ilyeneket, tehát minthogyha idiótákkal lennénk körülvéve ezen a szinten, tehát bocsánat. Tehát ez nem oké. Ráadásul, ugye a koleszterin az két nagy frakcióból áll, 80%-a nagy az LDL, a rossz koleszterin, a mumus, ami egyébként tudományos bizonyítékunk van most már arra, hogy 60 év fölött, akinek magasabb az LDL szintje, az magasabb várható élettartammal fut neki a maradéknak, mint akinek alacsonyabb. Egy. Kettő, az Egyesült Államokban 680 ezer ember hal meg szívinfarktusban évente, tehát ilyen kardiovaszkuláris elzáródásos betegségben. Ezeknek a fele normál koleszterin szintű, és életében nem kapott semmit rá. Kérdezi valaki, hogy miért? Nem kérdezik. Az LDL-nek a két frakciója, ez még fontos. 80%-a a nagy sértetlen molekula tömegű frakció, amit a statinok csökkentenek. A koleszterin szint csökkentők csökkentenek. A 20%, ami kirakódik az érfalakba, azt nem csökkenti, de az meg azért rakódik ki egyébként, nem azért, mert magas a koleszterin szintünk, hanem azért, mert gyulladt az érfal, az előbb mondtam. Mi történik, ha csökkentjük statinnal a nagy molekula tömegűt, ami nem rakódik ki az érfalba? Ugyanúgy nő tovább a plak, cserébe viszont a néhány milliárd sejtünk sejtfalának az alapalkotó elemét, a koleszterint csökkentjük. A májunk kiabál receptorokat épít és követeli, hogy legyen utánpótlás. Csökken a szteroid hormonanyagcserénk, a férfiak impotensek lesznek jó esetben, rosszabb esetben bizonyos rákok előfordulását, és akkor elmegy. Én végigmentem, ezzel személyesen jelentem. Tehát az összeset, ez a mellékhatásra kaptam gyógyszert, a gyógyszer újabb mellékhatásra újabb gyógyszert, és így tovább. Most ezek kiegyensettek. Tehát ezt nem tudom, meddig beszéljünk erről, mert én reggelig fogok. Igen, de, összegzésképp de... akkor abszolút az érezhető, hogy az időszakos bőjt, ez egy követendő életmódváltás, számos pozitív hatással, de azért, a diák kapcsán is, az, hogy a megengedett időzónában mit teszünk, azt pedig nagyon válogassuk. Nagyon fontos, hogy a megengedett időzónában mit teszünk, de a legfontosabb az, hogy kezdjünk el koplalni. És utána marha jól lehet enni egyébként. Tehát ez a jutalom. Komolyan. Jó, de akkor meg 8 órát végigehetem? Nem bír az, tehát én mondtam, én már feketeöves vagyok ebben, szoktam 3 napokat, most ezen a héten minden második nap eszem csak, és egyébként amikor eszem, akkor is csak egyszer, de nem bír az ember annyit enni. Tehát élvezni lehet, tényleg élvezi az ember azt, amikor eszik, de egyszerűen elmúlik ez a farkasészség, ez a sóvárgás, ez a szénhidrát utáni vágy, ez az őrület, és tehát kicserélődik az ember. Tehát én mondom, 63 évesen a testzsír összetételem, vagy a test összetételem úgy változott, hogy most sportolói szinten 20% alatt van a testzsír arányom. Ezt a Semmelweis Egyetemen mértük most, nem tudom, mikor decemberben talán utoljára. Hölgyeim és uraim, dr. Szele Eszter! Dr. Fábián Lajos! És dr. Takács Lászlót hallgatták! Köszönjük szépen, hogy itt volt!